Az 57 kg-os döntőben piros trikóban, fehér nadrágban Kertész Henrik, a hazaiak, a debreceniek versenyzője, az ellenfél a Coco Gymből érkezett, Nagy János. Kertész Henrik mindenképpen a jövő embere, mindössze 20 esztendős, de volt már felnőtt országos bajnokságon második, illetve harmadik helyezett, már 18 esztendősen helyet követelt magának a magyar válogatottban. Nagy János már a jelen versenyzője is, olimpiai 6. helyezett Európa-bajnoki bronzérmes. Nagy fordított alapállású, valamivel alacsonyabb, mint Kertész, ez nagyjából meg is határozza a két fiú küzdőmodorát. Nagy a verekedős, tehát neki mindenképpen közel kell mennie Kertészhez, míg a debreceni fiúnak távol kéne tartania magától Nagyot. Ez gyakorlatilag csak a mérkőzés első felében sikerült, 9-5 a pontozás aránya Nagy János javára. 57 kg az egy jó kis súlycsoportnak tűnt itt, mert a helyi versenyző, a 20 éves Kertész Henrik meglepő biztos győzelmet csinált előtte a döntők előtti napon a szemi finálban, ahol a válogatott keretek Bertokot meggyőző fölnyelverte. Bizakodott mindenki abban, hogy egy nagyon jó színvonal, a szoros mérkőzés esetleg legyőzheti a Nagy Jánost is, de csak két metig bírta idegekkel azt a feszültséget, ami egy ilyen nagy bajnok ellen győzelemre viheti. És itt kispontrányi vereséget szenvedett a Kertész Henrik. Nagy Jánosnak javulnia kell, a Kertésznek pedig biztató a jövője.